Rendkívül száraz és kiszámíthatatlan volt az idei nyár. A nyári hónapok több fokkal melegebbek voltak az átlagosnál, csapadék pedig alig esett. És ez a kukoricának, napraforgónak már nem kedvezett. Különösen a kukoricának nem. Ezzel együtt meglepő módon tapasztalom most azt, hogy ez a termésbecslési adatok alapján hát nem sokkal marad el a megyei átlagtól a kukorica átlagtermés, nagy szóródás mellett is, ez az érdekes. A talajok rendkívül vízhiányosak. A kukorica kapcsán előreláthatólag nem lesz akkora a terméskiesés, mint ahogy arra egy hónappal ezelőtt számítani lehetett. A szántóföldi növények mellett az időjárás a szőlőnek sem volt kedvező. A szőlőre talán volt még a viszonylag legkedvezőbb, de most már ott is gondok vannak, mert aszik nagyon a szem, nem tudtak kitelni úgy a bogyók, és aszalódik a szőlő is. Tehát kevesebb lesz mindenképpen a súly, és a cukorfokkal nem lesz azt hiszem gond, meg egészséges amúgy a szőlő, csak aszott, ezért kevesebb termés lesz, és magasabb cukorfokkal. Kővári László azt mondja, az alkalmazkodáshoz szükséges átgondolni a vetés szerkezetet és a fajtaválasztékot a jövőben. Még azért annyit hadd tegyek hozzá, hogyha nem változik a csapadékviszonyok, akkor jövőre lesz óriási gond, mert összességében nagyon mélyen át van száradva a talaj, és hát ez nem kedvez a következő évre. És ez viszont mindegyik szántóföldi növényre vonatkozik. Idén mindössze 400 mm-nyi csapadék esett Szekszár térségében, ennek az eloszlása sem volt kedvező. Most hétvégén nagyobb mennyiségű eső érkezett, összesen 77 mm-nyi csapadék hullott Szekszárdon, amire a szakember szerint rendkívül nagy szükség volt.